Az emberek, akikkel találkozunk az életünkben, az utcán vagy máshol, az sokszor nem több. Egy kalap, egy kabát, egy nadrág, egy cipő, néhány szó, egy zárt arc, egy bőrzsák. Pedig az ember nem ez. Az embernek a múltja, a szülei, a gyerekei, az élete, a gondolatai, a szerelme, a félelmei, az öröme, ez a sorsa. Mi csak a bőrzsákot látjuk, és a másik igazi ember életéről semmit sem tudunk. Egy téli kabátot látok az utcán. Sok téli kabát szaladgál, tele mindegyik érzelemmel, emlékkel, fájdalommal, örömmel, gondolattal, nagyszerűséggel. Az a baj, hogy ilyenkor, amikor valaki után az ember előadást tart, mindig újabb és újabb gondolatai támadnak. Engem nagyon impressionált a kapitány Gábor előadás, aki azt mondta, hogy van fogalmi gondolkodás és szimbolikus gondolkodás. És azt gondolom, ha hangkísérő valami jellemző volt, a szimbolikus gondolkodás tényleg jellemző volt. Nem analitikus gondolkodás, hanem olyan gondolkodás, amely áthágta valóban a határokat ilyeneket, hogy a különbséget kell tenni a tudomány meg a politika között, Zeyné, Zollern között, ezek őt nem foglalkoztatták, ő ment a maga útján előre. Azonban hagyj hívjam fel a figyelmet Heideggernek a műalkotás eredetére, aki azt mondja, hogy a műalkotásban az igazság nyilvánul meg. Úgyhogy vegyük figyelembe, hogy lehet, hogy a szimbolikus gondolkodásban tényleg feltárul a gondolkodás. Ő egyébként a Van Gogh paraszcipők elemzésén keresztül mutatta ezt be. Most én is azzal szeretnék foglalkozni, hogy milyen volt Hankis észjárása, nem tudom, hogy ezt hogy kellene angolul mondani, way of thinking, vagy nem tudom, hogyan. Mindenesetre, mikor először gondoltam, hogy fölkértek, hogy tartsak előadást, azt gondoltam, hogy a szociológusról fogok beszélni, de igazában véve az előmunkálatok kellettek volna, hogy azt alaposan elemezzük, és eszembe jut egy itteni kőszegi megnyilvánulása Hankisnak, amikor arról volt, az értékkutatásokról volt szó, és azt mondta, hogy a nagy truvája annak az volt, hogy kimutatta, hogy a 30-as évekbeli amerikai érték struktúra nagyon hasonlít a 80-as évek magyar érték struktúrájára. Egy elvadult individualizmus volt benne. És azt mondta, hogy sajnos az empirikus adatok nem tudták ezt megfelelően bizonyítani, de ő meg volt győződve arról, hogy igaza van. És azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző volt rá a gondolkodására. Szerencsére én, nem tudván, hogy nem lesz időm, egy bevezető összegzést írtam, úgyhogy ezt el fogom mondani, és még hozzá fogok fűzni egy-két dolgot, nem tudom, mennyi időm lesz rá. Tehát minden gondolkodónak van egy sajátos gondolkodási stílusa, ahogy a témáit kiválasztja, hogy neki fog a tárgyalásnak. Van egy tárgyalási metódus, egy gondolatrend, és így tovább. És számomra is revelatív volt, hogy egy Hankis kötetet most nemrég jelent meg, átolvastam, hogy mennyire jellemző rá ez a sajátos gondolkodás. És azt a meggyőződést szereztem körülbelül a rendszerváltás előtti írásaiból, hogy Hankisra főként a kis dolgok művészete volt jellemző. Nem nagyon foglalkozott nagy elméletekkel, noha mindenkivel tisztában volt, de főleg nem foglalkozott nagy politikai és ideológiai vitákkal. Túlnyomóan az angol szász irodalomból dolgozott, és bár például Habermas többször idézte, de soha nem foglalkozott a kommunikatív cselekvés elméletével komolyan. Vagy a francia neonicsánusokkal. Tehát ő óvakodott a nagy elméletektől. Ő a saját érzékére hagyatkozott, majd fogok egy Hegel idézetet hozni, hogy hogyan kell ezt értelmezni. Ő a mikrovilágot nézte, a hétköznapi történéseken, ugye régi Gürvics-Brodel vitából idézek egy kifejezést, kis prométeuszi pillanatokat, miközben a nagy prométeuszi pillanatok, a forradalmak, háborúk nem keltették föl figyelmét. Ő inkább a szordinósabb megközelítést, a finom átmeneteket kedvelte. Jellemző, hogy amikor nagy tablót kellett fölvázolni a Magyar Modernről című írásában, akkor is főként a 50 és 80 közötti időből a mérsékelt szocializmus emelte ki, ha már túl volt a totális államszocializmuson, a forradalmi 40-es, 50-es években, és láthatólag nagyon áthallásosan és nagyon óvatosan azt lótta fel,
kinek vagy minek ezt nem firtatta, hogy amit nyugaton magyar gulyás kommunizmusnak neveznek, miért nem építették ki ideológiai sajátos magyar úttá? Viszont nagy segítségére van neki, hogy az 50-es éveket lehetett bírálni, amit áthallásosan a Kádár rendszer is éppen lehetett. Másik ilyen sajátosság volt a Hankis gondolkodásnak egyfajta kisemberi szolidaritás. Hankis akkor is, amikor viselkedés kultúránk hiányosságait vette számba, ott is mély együttérzést árult el a hétköznapi emberek iránt. Érezni lehetett, hogy miközben bírál, nem a kis embereket teszi felelőssé, és ebben egy sajátos mély humánumra ered. Őt az utca ember, a mindennapi élet érdekelte. Akkor is, amikor fejére olvasta a korrupciót, mert ő valóban kidolgozta, egy régi allúziót említsek, a történelem és társadalom alulnézetben sajátos megfigyelése optikáját. Másfelől politikailag addig ment el, ameddig az első nyilvánosságban egyáltalán el lehetett menni. Így például nagyon ügyelte arra, hogy a második társadalomban, amikor az önkormányzatiságot tárgyalta ez a 80-as évek közepén keletkezett tanulmány, nem említette Szerényinek azt a szeminális munkát, ami be volt tiltva akkor, mert Szerényi anatéma volt abban az időben, és még a párizsi magyar füzetekről is le kellett vetetnie a nevét az, hogy egyáltalán hazajöhessen. Na most úgy látom, hogy Hankis valószínűleg amiatt, hogy 56 után 10 hónapig úgy tudom előzetes letartóztatásban volt, nagyon óvatos van gondolkodott és írt, és például nem írta alá a 78-as tiltakozást a Kárta 77 miatt, és ezzel kapcsolatban szeretném idézni, hogy öntudatlanos Bibót követte, aki Huszár Tibornak egy interjúban azt mondta a 30-as évekbeli rezervált magatartására, hogy igazi, tevékeny közéleti munkára kevés volt a lehetőség akkor, a demonstratív dolgokhoz pedig igazában egyikünknek sem, már tudik Erdeivel együtt, nem volt érzékünk. Na most, amit szeretnék még ezt hozzáfűzni, majd letárgyalom a dolgokat, az egyik egy Hegel idézet, mégpedig a kis logikából, ahol Hegel elmondja azt, hogy a gondolat fejlődésnek vannak szakaszai, van az érzéki gondolat, van az értelem és van az ész. És azt mondja, hogy nem szabad megállnunk az érzéki gondolkodásnál, hanem tovább kell mennünk az értelem és az ész irányába. És azt mondja, hogy azonban vannak emberek, akik nagy érzékkel rendelkeznek, és ezeknek az embereknek nagy gondolatai vannak. És ilyen volt Goethe. Most azt gondolom, hogy Hankis meg képesek meglátni a hétköznapi villózásig mögött a dolgoknak a lényegét. És erre hagyj idézem például, említettem, hogy óvakodott belemenni a nagy ideológiai kérdésekbe. A 60-as években volt egy nagy vita Magyarországon, hogy a társadalmi struktúrát vajon a tulajdon vagy a munkamegosztás határozza meg. Ez volt a Wirth Ádám és Hegedűs is között. A nagy vita, jöttek mások, Fergesüse, és így tovább, és így tovább. Hankis nem ment bele ebbe a problémába, hanem, hogy mondjam, azt mondta, hogy ez a társadalmi struktúra, a vita, ez voltak éppen arra mutat, hogy azonosság problémának a magyar társadalomban, hamis alternatívákat alakítunk ki, ilyeneket, mint szegények, gazdagok, ők fönn, mi lent, ők a hatalmon lévők, mi, akiknek nincsen hatalmunk, akik tisztességen dolgozunk, aztán vannak a törtetők és az élősdiek, és így tovább, és így tovább. És ez megint csak a viselkedés kultúra formáihoz vezet. Tehát nem ment bele ilyen neurologikus témákba, de miközben tüneteket vizsgált, ne felejtsük el, hogy Hegel azt mondja, hogy a látszat a lényeg önmagában való látszása. Nem mehetett el, Hankis nem mondhatta ki a lényeget, hogy ez egy pártalami társadalom, ahol igazából nem társadalmi struktúra van, hanem egy állami struktúra van, de minden esetre érzékeltette ezzel a viselkedés kultúrával, hogy igenis komoly problémák van. Na mostan végezetül hagyd mondjam el, hogy
a második társadalomban találta meg leginkább a sajátos terénumát ebben a második gazdaság után írt ezt a második társadalom problémáját. Mindenkit ismert, a Brustot, Cimmait, Forintost és így tovább. És ennek a végén, hogy mondjam, ilyen lehetőségeket vázolt föl. És talán tényleg valaki itt említett, hogy megsejtette a rendszerváltást. Ilyeneket mondott például, hogy azt mondja, gazdaság, egy új gazdasági modell, például önigazgató szocialista gazdaság, kultúra, a nemzeti kultúra és csoportkultúrák, társadalmi tudat és csoporttudatok gazdag együttműködése, nyilvánosság, mindkét oldalról áttetsző demokratikus nyilvánosság, társadalompolitika, a szakszervezetek, ugye már egy halvány utalás a lengyel szolidaritásra, nincs kimondva. A szakszervezetek reprezentatív jellege és érdekvédelmi funkciónak a dominanciája, a társadalmi részvétel a döntések meghozatalában és a végrehajtásuk ellenőrzése. Körülbelül eddig lehetett elmenni a nyilvánosságban 80-as években, és ő elment, ameddig lehetett. Végezetül hagy idézzek amikor 80 éves volt a Hank is elemér, akkor is a Misznivetz tanár úr rendezett egy konferenciát, ahol nagyon meglepett engem, hogy mindenki ott volt jobb és baloldalról egyaránt. Ott volt a Kondor Katalin, és ott volt a Gombár Csaba is. És ekkor fölém lett előttem, és ott is ezt mondtam, és most is ezt mondom, hogy Hank is megvalósította a szabadon levegő értelmiségi pozícióját a magyar társadalomban, akkor is és a rendszerváltás után is. Tehát, és a szabadon levegő értelmiségnek azonban van egy fontos funkciója, és itt egy kéziratból idéznék, amelyet Polányi Mihály kéziratában találtam, 44-ben vitatkoztak Angliában egy múltkörben, ahol T.S. Eliot Polányi meg Mannheim Károly vitatkoztak a írástudók felelősségéről. És ebből idézek egy dolgot, azt mondja. A szellemet ma eltérően a legtöbb korábbi kultúrától nem egy társadalmilag kötött rend, például a papi kaszt hordozza, hanem egy társadalmilag messze menően szabadon levegő réteg, amelyek tendenciája, hogy egy állandóan bővülő társadalmi bázisból újuljon meg, és lényegében ez a szociológiai sajátosságát, mely által nem hierarchikusan kötött, zárt és megformált, hanem dinamikus, rugalmas, állandóan változó és problémákkal terhes. Hát ha valakire, akkor ez tényleg jellemző volt Hank és elemére. Köszönöm szépen. Az ájátban az a jó, hogy mindenki szabadon tud gondolkodni és cselekedni. Én másképp fogtam fel egy kicsit ennek az előadásnak a funkcióját. Én inkább csak gondolatébresztő szikrákat vagy morzsákat szeretnék felvetni. Még az én szempontomból, hogy mit tanulhatnak a történészek Hankistól. Kérdezzük meg először őt, ha sikerül. Bele kell. Csak azt tudom kínálni amatőrként, hogy egy keretet rajzolok föl, amelyen belül gondolom kell elemezni a magyar történéseket is. Mert önmagában csak Magyarországot és a magyar történelmet nem lehet megérteni. Igazán, nem lehet igazán értelmezni. Egy keretet, ami tágabb, mint Magyarország, hát ha ez segít a gondolkodásban, ha nem, akkor felejtsék el. Most ez nagyon tipikus, ez az utolsó mondat. A legnagyobb dinamizmussal előadott gondolatmenet végén is általában egy picit visszalépett, hogy hát talán nem is így van, talán nem is így van. Na most történész volt-e, mielőtt tovább megyünk a válaszsal, hogy mit tanulhatnak tőle a történészek, hát azért végül is, ha megnézzük a pályakezdést, akkor őt egy nagy átmenet érdekelte. Ez pedig 16-17. Század Anglia, polgári forradalom, a polgári mentalitásnak a megjelenése. Nem véletlen, hogy Makai Lászlóval együtt, aki nagyon elmélyült ismerője volt ennek a korszaknak is, megírta az Anglia az újkor küszöbén című, nagyon olvasmányos, nagyon érdekes könyvét. A Spectator című folyóiratból készített a gondolatkiadók gondozásában egy kötetet, és ami nagyon fontos, a Hamlet könyve. A Hamlet volt a kandidátusi
vagy kandidátusi disszertációja. Én azt hiszem, hogy ez az átmenet probléma őt az egyén szintjén és a társadalom szintjén ebben a kontextusban kezdte érdekelni, és amikor elkezdett tovább gondolkodni, akkor rájött, hogy ehhez nem elég az irodalomtörténész, ehhez már kell a szociológus, aztán a filozófus. Na most sokan vádolták, vagy talán mondjuk finoman, hogy kritizálták, hanem is azért, hogy nem elég empirikus az a, nem elég empíria az ő nagy általánosításaihoz. Most az ő életének egy nagy részét empíria gyűjtéssel töltötte, a magyar társadalom értékrendszerének alakulását a megadott tesztek alapján 78-ban, 82-ben és 90-ben, ezt Csepeli Gyuri nyilván jól ismeri, egy nagy áttekintést adott az akkori, a 70-es, 80-as évek és a rendszerváltás körüli időszak magyar társadalmának az értékrendszeréről, és akkor állította fel ezeket a sémákat, hogy van hagyományos keresztény, politikai felhalmozó, fogyasztói hedonista munkásban, és ezt az egész anyagot egy kiadatlan kéziratban gyűjtötte össze, aminek Continuity and Disruption az angol címe, az anekdóta szerint, amit ő mesélt el, ennek az eredeti változatát a Magvető kiadónál adta le, 600 oldalon, de aztán kicsit visszakérte javítani, és úgy maradt. Na most térjünk vissza, tehát komoly, és ugyanígy a Kelet-európai Alternatívák című könyve, ez történészi próbálkozásnak is nevezhető, elsősorban az eliteknek a problémájára koncentrált. Szociológusok akkor, emlékszem, Vajda Mihálynak, Szalai Juliának a nagyon éles kritikájára, akik nem értették, hogy hogy gondolja azt, hogy hogyan megy át a kommunista elit egy új típusú elitbe, de végül is amit ő megírt, abban soha több realitás volt, mint amit számos más szociológusnak a munkássága akkor előrejelzett. Mit tanulhatunk akkor ezekből a munkáiból és a módszeréből? Gazdag empíria minden ellenkező híresztelés ellenére, nagyvonalú általánosítások és merész asszociációk. Van egy híres képe, hogy amikor a halacska az egyik akváriumból ki akar szabadulni, van egy másodperc szabadság érzése, amikor a másik akváriumba beleesik. Ez egy gyönyörű. Na, ilyen képeket milyen könnyű megjegyezni, és a történészek gyakran nem élnek ebben a lehetőséggel. Imádtában nem akar a dihotómiákat, ezeket, hogy a krízisek, arra hogyan lehet válaszolni, ennek nagyon sok formája van. Ugyanez, hogy szcenáriók, szembeállítások, és hallgassunk bele egy röviden egy előadásába. Pillanatilag most így állunk. Két világ között. A nyugati civilizációnak a régi rendszere erősen meggyengült, bizonytalanná vált. Ez a baloldali szikla. A másik az új kultúra, még csak alakulóban van. Nem tudjuk, hogy milyen lesz. És ott vagyunk mi közt, a kettő között, valamilyen alpesi lyuk, vagy birka, vagy nem tudom minek, vagy zerge formájában, a teljes bizonytalanságban. Ebben a helyzetben kell megpróbálni magunkat emberként, méltóságteljes, szabad emberként fölépíteni. És akkor így egy világosan jelez egy problémát, világosan jelzi a kérdést, és akkor utána végig megy a szerinte járható úton. Még a módszerét, amiből a történészek tanulhatnak, úgy jellemezném, hogy zenei motivumok erejével köszönnek vissza alaptézisek, főleg amit ilyen filozófiai antropológiának nevezett a munkássága utolsó szakaszában, például a félelem probléma, hogyha végigolvassuk a könyveit, olyan, mint amikor egy nagy zenemű nyitányába, első tétel, második tétel, ugyanaz a probléma előjön, de mégiscsak valamilyen új szint kapna. Ebből nagyon sokat lehet tanulni, hogy hogyan tudja egy történész a tézisét világosan megfogalmazni, majd különböző szempontokból körbejárni és érthetővé tenni. Amit úgy fogalmaztam itt, hogy bátorságok a műfajok küvényére, gond nélkül keveri a különböző műszakokat, a különböző műfajokat, a
a filozófiai eszét, az empirikus bemutatáshoz, és így tovább, és így tovább. És ami a legfontosabb, amiből a történészek nagyon sokat tanulhatnak, nem a másik történésznek írt, megnéztem, hogy az MTMT-be, ami a magyar tudományos teljesítményeknek mutatója, hogyan szerepel. Hát 36 citációja van az MTMT-be, ugye a 200 alatt semmit nem lehet kapni. Tehát ő nem erre gondolt, viszont nagyon gondolt arra, hogy el fogják olvasni a műveit. Nagyon sok történésznek ez nem szempont, az a szempont, hogy citálják, ahogy meglegyen benne minden, ami a kvalifikációhoz kell. Ez az, amit őt nagyon nagyját teszi a mi szemünkbe is. Hogy besorolása lehet, hogy túlzás, lehet, hogy nem helyes, de végül is én úgy gondolom, hogy egy ötvösi típusú gondolkodó volt, a három nemzedék szekfője, hogy különböző időszakokat mondjak, Bíbó gondolkodásából is nagyon sok eleme volt. Egy olyan közéleti felelősséget magára vállaló, nagyformátumú tudós, aki csak ebben a felelősséggel tudott élni. És nagyon örülök, hogy én idézhetem először, ma még gondolom legalább 10-szer fogják idézni ezt az aranyverset, amivel befejezte annak idején az utolsó kőszegi előadását. Tehát, hogy ő ütötte ezt a bizonyos tökharangot, és nem gondolta, hogy rossz az, hogyha éppen nincs valami visszhangja, ami mostan jelenlétünk mutatja, hogy nagyon nagy visszhangja van. Köszönöm szépen! Tisztelt kollégák! Tekintettel az idő előre haladtára is, néhány megjegyzést szeretnék tenni. Ezek a megjegyzések ezek lehetnének alapjai egy-egy eszének, vagy egy hosszabb előadásnak, de itt most nyilvánvalóan pusztán a megjegyzéseket fogom megtenni. Vagy kulcsszavakat is mondhatnék, olyan kulcsszavakat, amiket talán érdemes lenne Hankis elemér kapcsán körbejárni. Az első, amit mondanék, ez a harmadik reform nemzedék. Ez a kifejezés Csepeli Györgyöt olvasva jutott az eszembe. Csepeli György Hankisról írt eszéjét olvasva jutott az eszembe. Volt egy Horváth Zoltán nevű magyar társadalom tudós, aki írt egy könyvet valami hasonló címmel. Az volt a Horváth Zoltán koncepciója, hogy volt egy első magyar reform nemzedék, ez a Széchenyi, a Kossuth és a többiek. Aztán volt egy második, ez pedig a nyugat az irodalomban, illetve a nyugattal 1900-as évek elejéről van szó, a nyugattal egyidős társadalomtudósok, Jászi Oszkár és mások nemzedéke. No, ennek kapcsán lenne érdemes megfontolni, most már talán az időbeli távolság is megvan ehhez, hogy volt egy harmadik magyar reform nemzedék, ez a 60-as évek végén, 70-es évek elején bontakozott ki, ide tartoznának. Szinte minden tudományágban vannak ennek jelentős képviselői, lehet vitatkozni, hogy kik ezek, ide tartoznának a Lukács tanítványok, Heller Ágnes és mások, ide tartozna alig, hanem a közgazdászok közül Kornay János és mások, a történészek közül Szűcs Jenő, és nyilvánvalóan ide tartozna Hankis Elemér is ebbe a körbe tartozna. Érdemes lenne egyszer ezt végig gondolni, megírni és belehelyezni ebbe a képbe Hankis Elemért is. A második megjegyzésem az a bátorság lenne, vagy a második ilyen eszé témám, Hankis Elemér bátorsága, esett erről már szó, nagyon furcsa az életműve, amit ránk hagyott, elindult. Talán a történelemből, ezen egy kicsit lehetne vitatkozni, most ezt hadd ne tegyem meg, elindult az irodalomból, vagy a történelemből, én inkább azt gondolom, hogy az irodalomból. Aztán lett belőle értékszociológus, aztán lett belőle politológus, és végül valahol a filozófia tájékán végezte. Hangsúlyozni kell, hogy ez egy szerves fejlődés, sok minden összeköti ezt az életművet, a szimbólumok elemzése, a témák, az érzékenység, az értékrend, egyebek, de mégis ez egy hihetetlenül bátor életmű ilyen szempontból, megvannak ennek a nagyon súlyos veszélyei. Egyszerűbb, kényelmesebb, biztonságosabb, hogyha valaki szaktudóssá válik, jó mesteremberré válik, és ezt most nem negatívan mondom, és nem kockáztatja a saját munkásságát, a saját személyiségét. Én ezt nagy dolognak tartom, hogyha ezt valaki megmeri tenni, hogyha valaki vállalja ezt a kockázatot. Jó, a harmadik, a Hankis nagy kérdései, pontosabban a Hankis utolsó korszakának a nagy kérdései, az úgynevezett filozófiai korszakának a nagy kérdései, három van ilyen megítélésem szerint. Az egyik a civilizáció elmélet lenne, ezt elsősorban a Félelmek és szimbólumok című művében fejti ki, de másutt is szó esik erről. Ugye ennek az a veleje ennek az elméletnek, hogy az ember egy idegen világba pottyan bele, és a civilizációnk nem más, mint kísérlet arra, hogy megszelidítsük ezt az idegen világot.
érdemes lenne ezt összevetni, ezt az elgondolást, egyrészt a késői Bibónak a hasonló elméletével, másrészt Jan Patocskának a Eretnek eszékben kifejtett elméletével, nyilván másokat is beholhatnánk. A második nagy témája a Hankisnak, mint filozófusnak, ez a szimbólumok elemzése, erről Kapitány Gábor már beszélt. Elsősorban, ami számomra izgalmas, és ami tovább gondolást érdemelne, az a hétköznapi élet szimbólumainak az elemzése. Talán ebbe volt a legvirtuózabb Hankis elemér, akkor, amikor elemezte a bevásárlóközpontoknak a szimbolikáját, vagy éppenséggel, már nem is tudom, kivillantotta fel az autóknak a szimbolikáját, mindannak, ami benne van egy autóban. És a harmadik nagy téma az egzisztenciális kérdések problematikája, élet, értelme, halál, ehhez hasonló kérdések. Ezek főleg az utolsó két művében kerülnek terítékre, de végig jelen vannak ebben az utolsó korszakban. Ezt megint szépen végig lehet elemezni. Aztán a negyedik téma, amit megemlítenék, Bella, integessél nekem, hogyha bármikor abba tudom hagyni. Ez azt írtam ide fel, hogy idézőjelben vallásos fordulat. Ha megnézzük a Félelmek és szimbólumok című könyvet, akkor azt látjuk, hogy ez egy egyértelműen egzisztencialista koncepció, az ember bele van vetve a semmibe, és ebből a semmiből valamit csinálnia kell, ebből civilizációt kell alkotni ebből a semmiből. Hát lényegében ugyanaz, mint amit a Jean-Paul Sartre különböző módon elmond az élete során. Ehhez képest viszont az Icarus bukásában már azt látjuk, hogy a szimbólumok mögött Hankis egy másik világot próbál megtalálni, a transzcendenciát próbálja megtalálni a profán alatt, erre való neki ekkor már elsősorban a szimbólum fejtés. Erre mondom azt, hogy ez egy kvázi vallásos fordulat az ő életművében. Érdekes, hogy nem reagál erre a fordulatra. Már csak egy perc van. Jó, akkor most már szelektálok. Nagyon izgalmas lenne a tudományhoz való viszonyát megnézni. Ezt hellyel közel meg is tettem, úgyhogy akkor egy ilyen szövegajánlóval fejezném be. A 2015-ös Books-ban írtam erről egy hosszabb eszét, ami megnézi, hogy hogyan viszonyul ő a tudományhoz, hogyan távolodik tőle egyrészt, másrészt hogyan ragaszkodik mégis ahhoz, hogy valamilyen módon megmaradjon a tudósnak. És még lehetne folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én eleve egy lábjegyzettel készültem a kis dolgok tudományához. Ehhez az illusztráció, ez egy gyönyörű műremek. Ám aki a magyar fogpiszkáló tartók tárgyvilágán nőtt fel, és különböző étkező asztalokon látott már porcelán fogpiszkáló tartót, az az esztétikai élvezeten túl egyfajta diszkomfort érzetet is érezhet. Ez a fogpiszkáló tartó ugyanis formavilágát tekintve különbözik a Kárpát-medencét ellepő téglány, tehát a múzeumi leírás alapján téglány alakú, szögletes formákból építkező fogpiszkáló tartóktól, amit egyébként egy Bécs melletti porcelángyárban állítottak elő tömegesen. Föltéve természetesen a fogpiszkáló tartó történet kutatójának a kérdést, hogy vajon a csehszlovák területeken gyártott hordócska-szerű, de ugyancsak horizontális fogpiszkáló tartók miért nem voltak képesek délfelé behatolni a magyar fogpiszkáló kultúra világába, és hogy egyébként a szintén szögletes elemekkel építkező délnémet porcelán fogpiszkáló gyártás miért nem tudott Magyarországon meggyökeresedni. Tehát ez az egyébként teljesen ovális, gömbölyű formákra és már-már eseresen kanyargó ívekre épülő forma, ez teljesen szokatlan Magyarországon. Noha alapvető szerkezeti sajátosságai fölidézik az általunk jól ismert fogpiszkáló formát. Egyébként, ugye, ha közel ülnének, akkor látnák, hogy ezek gyönyörű virágformák, meg azt is lehetne tudni, ugye, hogy a porcelánra jellemzően asszonyok pingálják ezeket a mintákat, tehát noha tömegtermelésről van szó, és Walter Benjamin forog a sírjában. Na, a tömegtermelésről van szó, nincs két egyforma, ugye, mert nem lehet kétszer egyformán ugyanazt lefesteni. Emiatt az, aki gyűjti ezeket a gyönyörű tárgyakat, ugyanebből az egyetlen fajtából vagy típusból is érdemes akárhányat begyűjtenie, mert köztük nincsen két egyforma. Na most, aki nem értené, hogy
hogy most ez itt miért történik. Annak elmondom, hogy Hankis Elemér Befejezetlen ember című könyvében két oldalon keresztül gyönyörködik egy sótartónak a formája fölött, és ebből, tehát akit érdekel, nézze meg és keresse meg ezt a részt, ebből egészen elképesztő dimenziók és távlatok bomlanak ki pusztán a formából. Én most egy új utat fogok törni, mert ami nincs benne, arról beszélnék egy kicsit. Ugyanis nincs benne fogpiszkáló. Nem hoztam, de a 19. század végén még nem is nagyon lehetett volna, mert ugye libatolból vágtak a fogpiszkálót az alsó középosztály és onnan lefelé használatára, míg ugye a felsőbb társadalmi csoportok fémből, ezüstből, alpakkából, aranyból készült egyedi, a borotva készletre emlékeztető personális fogpiszkálókkal oldották meg a maguk higiénés problémáit. Annak, hogy ma esztergált fa fogpiszkálókat használunk, elképesztően sok dimenziós kultúrtörténeti és művelődéstörténeti és gazdaságtörténeti okai vannak, és ezt az egészet azért mondom el, mert ettől a tártól odáig szeretnék eljutni, hogy itt és most megosztom azt a hipotézist a hallgatósággal, hogy Hankis Elemér egy renitens új historikus, és annak, hogy például hogyan keressük a fogpiszkálót innen, igenis jelentősége van az ő besorolása szempontjából. Egyetlen egy többszörösen bővített összetett mondatban, hogyha a 19. század végén egy Massachusetts-i gyáros a menedzser pályára készülő fia teljesen véletlenül nem Brazíliát választja célterületként ahhoz, hogy valamilyen izgalmas üzleti lehetőségbe fogjon, akkor lehet, hogy soha nem születik meg az a fajta esztergált fa tömegtermékre épülő fogpiszkáló kultúra, ugyanis Brazília volt a világ egyetlen országa, ahol az időtájt még az általunk ismertén viszonylag hosszabb és rózsafából készült fogpiszkálót használnak az akkori brazil elitnek a tagjai, amely a 14.-15. század portugál fogpiszkáló kultúráját menti át a tengeren túlra. Ebbe rohan bele véletlenül ez az amerikai fiatalember, felismeri azt, hogy az ő apjának a forgácsoló gépein elképesztően költséghatékonyan lehet fogpiszkálót gyártani, és egy pillanat alatt elsöpri a régi fogpiszkálóipar tönkretéve libatenyésztők millióit szerte a világon. És most már csak békaugrása, és ez még mind semmi, mert itt a hátán ennek a fogpiszkáló tartónak azt látjuk, hogy van egy 6436-os szám. Ez a Lefton China terméke, lebenjen föl a fátyol, az Egyesült Államokban gyártották a második világháború után. De ez a bizonyos Lefton China, ez nem más, mint egy budapesti sportruházat kereskedő, aki a vészkorszak elől az Egyesült Államokba menekül. És ott a második világháború forgószelében rájön, hogy Japánban gyártatott porcelán termékekkel be lehet törni az amerikai piacra. Elképesztő mennyiségű porcelán gyárt George Zoltán Lefton cége, és ebben a hatalmas nagy, mondjuk így szortimentben háromfajta ilyen gyönyörű fogpiszkáló tartó található, amelynek a formavilágában a közép-európai ságtól az egyébként a eddig nem említett francia fogpiszkáló tartó kultúrán át, az Egyesült Államoknak az Art Nouveau szellemétől megittasodott egészen különleges tárgya. Tehát, hogy ebben az egyetlen tárgyban egészen döbbenetes mennyiségű kulturális hibrid jelenik meg. És ami miatt, most Lefton életéről nem is beszélve, ami miatt ezt az egészet azt gondolom, hogy stílszerű volt elmondani vagy bemutatni, az ugye a Hankis sótartós motivumon túl az, hogy az az igény, hogy az illusztráció értékű tárgyak mögött valamilyen módon a tárgyaknak és az embereknek, az embereknek és a mentális objektumoknak, és a tárgyaknak a kereszt kapcsolataiból építsünk föl rekonstrukciós erőt, és akár nem csak kis dolgokat, hanem nagy dolgokat is megpróbáljunk az emberek vagy a cselekvő emberek helyett emberek, dolgok és eszmék funkcionális rendszerbe szerveződésével leírni.
Ez egy kicsit az ezredforduló körül népszerűvé váló új historizmusnak az igénye, vagy irája, hogy reformkori szót használjak, és a Magyarországon is népszerű Grimblett könyveit, hogyha valaki nézegeti, akkor pontosan ugyanezt az igényt látja meg benne, egy püspöksüveg történetét kísérjük végig, annak különböző alakváltozatain keresztül. Vagy olyan állítást teszünk, ugye, hogy egyetlen egy humanistának a kézirat felfedező tevékenysége, amivel ugye a De rerum naturát kiemeli, vagy megleli az ókorból, és ezzel átviszi. Ezzel az egyetlen egy filológusi aktussal a modernitást, meg a reneszánszt teremti meg. Természetét tekintve ez a rekonstrukciós állítás, vagy hipotézis egy kicsit olyan, mint amit én a fogpiszkáló tartóval kapcsolatban mondtam, és azzal fejezném be ezt az áttekintést, hogy azért renitens új historikus hang is, mert noha ő is az irodalom történetből indul, és kulturális antropológiába, történeti antropológiába szalad bele a bizonyos rekonstrukcióival, azért az a nagyon komoly rendszer elméleti háttér, ez még nem hangzott el, ugye, hogy ő komplex rendszereket vizsgál irodalomban is, társadalomban is, és másutt is. Tehát az ő rendszer elméleti beágyazása, az renitens új historikussá teszi, mindig mást és többet lát meg, mint az átlagos új historikus. És azzal búcsúzom, hogy az összefoglalóban nem írtam bele még egy hipotézist, amit azóta rakosgattam össze, hogy a régészek ezt a hármas találkozást, tárgyaknak, dolgoknak, objektumoknak, eszméknek és embereknek a találkozását, az összegabajodás, az entanglement fogalmával írják le, és nagyon nagy rekonstrukciós erőt tulajdonítanak annak, hogyha képesek vagyunk ezeket az összegabajodásokat valamilyen módon megragadni, akkor egy csomó hiányzó láncszem a rekonstrukcióban előkerül, vagy megtaláltatik. És ennek a megfelelője Ted Nelson fogalmi újítása a 70-es évek közepéről. Ő megalkotta az intertwingularitás kifejezést, aminek valamilyen módon az lenne a lényege, hogy a kölcsönösen összekapcsolódó és egymásra ható dolgok azáltal, hogy mint egy hálózaton keresztül mindenhonnan, mindenhova eljuthatunk, valami nagy átfogó egységet alkotnak, ugye azért nem intertwingle egyszerűen, hanem intertwingularitás, mert egy kicsit a szingularitásra, az egységes végső állapotra próbál utalni. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok társadalomtudományban, napjainkban végbe menő úgynevezett non-human fordulat, non-human turn, nek az egyik lehetséges megközelítése vagy magyarázata. Nagyon sok helyről lehet oda eljutni. Az új historikusok általában ennek a non-humán fordulatnak a zászlóvivői, de Hankis Elemér itt is renitens volt, mert noha a tárgyak érdekelték, és képes volt egy egyszerű tárgyból a szabadság legátfogó dilemmáig is eljutni, vajon a gyűjtő szabad-e vagy sem, rabja-e, vagy felszabadul azzal, hogy örömet okoz magának. Ebből a non-humán fordulatból ő még mindig ott maradt az embereknél, meg az eszméknél, a tárgyak annyira azért nem érdekelték. Köszönöm szépen!